Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Nos, ma történt meg, amire már vártunk, esztendő óta. Székesfehérváron a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrizése. A seregszemle egyik főállomása természetesen a Sóstói Természetvédelmi Terület volt, ahol Mészáros Attila alpolgármester úr köszöntötte a bíráló bizottság tagjait, és számolt be a június végén átadásra kerülő, hála Istennek tegyük hozzá, nagyszabású környezetvédő projekt eredményeiről, hiszen Sóstó mindannyiunk a lelkének a közepén van. Vendégem pedig Csemez Attila, a bíráló bizottság elnöke. Tisztelte, köszöntöm. Nos, hát ugye a jubiláns versenyről fogunk beszélgetni, 25 esztendős ez a környezetszépítő verseny, és azt hiszem az ország legjelentősebb és legtöbb emberét megmozgató környezet természetvédő kezdeményezés. Mielőtt azonban erről szó esnék, hogy mi minden történt a mai napon, nézzük meg először filmen, hiszen a kollégáim természetesen elkísérték önöket. Huszonötödik alkalommal rendezik meg a Virágos Magyarország versenyt. A zsűri tagjai Székesfehérvárt is megtekintették. A látogatáson a Sóstó természetvédelmi területet is megismerték. 1990-ben kapott az Országos Idegenforgalmi Hivatal egy levelet Franciaországból, hogy szeretnék, hogyha Magyarország is képviseltetné magát a nemzetközi Antont Floral Europe környezetszépítő versenyben. És akkor egyelőre még meghívásra, jó néhány évig meghívásra, egy-egy települést nevezett a nemzetközi versenyben hazánk is. Aztán ez a felkérés keringőre hívta életre a hazai nemzeti versenyt is, amit először 1994-ben rendeztek meg. 93-ban döntötték el, hogy lesz nálunk is saját versenyünk, és 94-től tartjuk. A célja gyakorlatilag azóta változatlan. Nagyon fontos, hogy a települések élhető és szép környezetet biztosítsanak az ott lakók számára is, és a turisták számára is. Úgyhogy a célok nem nagyon változtak. Egy picit módosult a verseny, eleinte tényleg csak és kizárólag a virágosításról szólt, azóta sok év telt el. Sok minden változott a környezetkultúrában is, úgyhogy ma már sokkal inkább szól az élhető településről, az egészséges településről, a turista és családbarát településről. Tehát minden olyan fontos szempontról, ami meghatározza az életünket. A környezetminőséget, a környezeti nevelést, a megújuló energiák felhasználását, közintézményekben, magánterületeken, és ami szerintem az egyik legfontosabb a versenyben, hogy az a közösség, amelyik a településen él, az hogyan és mit ad hozzá a környezetkultúrához. Mennyire népszerű a települések között Magyarországon ez a verseny? Általában 300 körüli település nevez évente, tehát majdnem a 10%-a a hazai településeknek részt vesz évente a versenyben. Ugye 5 kategóriában lehet nevezni, 1000 fő alatti falu, 1000 fő fölötti falu, 50 000 fő a városoknál a vízválasztó, tehát 50 000 fő alatti és fölötti város, illetve a főváros kerületei külön neveznek, és volt már olyan, hogy 350-et is meghaladta a nevezők száma, volt, hogy éppen hogy elértük a 300-at, de ez a 300-es stabilan minden évben. Legalábbis az elmúlt 10 évben minden évben elértük a 300-at. Mi az, amit néz a zsűri egy-egy településen, mi az, amit pontoz, amit figyel? Igen, a legnagyobb hangsúlyt a közterületeknek az állapotára fordítja a zsűri, tehát a közterületeknek a tisztaságát, rendezettségét, tervezettségét, bútorokkal való ellátottságát, növényesítését, a közterületi fasorok állapotát, és ami talán játszószerek, játszóterek állapotát, és ami talán nagyon fontos, hogy az az adott közterület az megfelele arra a célra, amelyre a közösség használja, ezeket hasonlítja össze, de ugyanúgy a turisták szempontjából vizsgálja, hogy vannak-e megfelelő irányító táblák, van-e ivókút, például közterületi illemhely, meg tudnak-e információt a településről. Bírálati szempontok között szerepel mindig a temető. Ez egy nagyon fontos, hogy hogyan bánik a település a halottaival, az nagyon sok mindent elárul a környezetkultúráról is, illetve a közösségről is, és mindig szerepel a zsűrizési helyszínek között egy oktatási intézmény, ahol egyértelműen a környezeti nevelést és a közösség és a környezeti nevelés kapcsolatát nézzük.
mindig a civil szférát is megpróbáljuk monitorozni, hogy így fogalmazok, a zsűrizés folyamán. Tehát, hogy a civilek, illetve a magánszektor hogyan áll a környezetkultúrához, és hogyan működik együtt az önkormányzattal. Ami még kiemelendő, hogy mi mindig kíváncsiak vagyunk, hogy a település vezetősége, a polgármester, illetve az ő, illetve a képviselőtestület tagjai milyen elképzelésekkel néznek a jövőbe, milyen környezettudatos településfejlesztési elképzelései vannak, úgyhogy ez is része a zsűrizési szempontnak. Hogyan kapcsolódik bele Székesfehérvár a Virágos Magyarországért versenyben? Mit jelent a város számára ez a verseny? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat, hiszen az elmúlt években is, az idejében is nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a Virágos Magyarországért programsorozatban részt vegyünk, hiszen akár a lakossági, akár a különböző városi fejlesztések esetében nagyon ügyélünk arra, hogy környezetvédelem, a természetvédelem az kiemelt szerepet kapjon ezekben a fejlesztésekben. Nem is talán véletlen, hogy éppen a Sóstó rehabilitációval kezdi a zsűri a város megtekintését, hiszen most már a vége fele közeledünk a beruházásnak, mint egy 700 millió forintos fejlesztéssel újul meg a Sóstó és az északító és annak környéke. Itt egyébként 400 fát, mint egy 4000 cserjét ültettünk el az elmúlt időszakban. Én nagyon bízom benne, hogy régi fényét visszanyeri a Sóstó, de azt gondolom, hogy akár a Virágos Székesfehérvárért mozgalom, amelyben az idejében is három napig osztotta a városgondnokság a pályázóknak a virágokat, az egynyári, többnyári virágokat, vagy éppen a nemrégiben az Icsi Ligetben felállított meséskertek, amit az óvodás kis csoportok készítettek, azt gondolom, hogy az is egyedülálló itt Magyarországon, úgyhogy büszkék lehetünk ezekre a fejlesztésekre. Én köszönöm a városgondnokság minden dolgozójának, és természetesen minden székesfehérvárinak, aki egy kicsit is hozzátesz annak érdekében, hogy ha nem is cím ügyileg, de mi úgy gondoljuk, hogy valóban virágos Székesfehérvár. Mi jellemzi Székesfehérvár természetvédelmi területeit összefoglalóan? Hát igazság szerint ugye mindenki a Sóstói természetvédelmi területet ismeri, ugye ami egy nagyon sokszínű élőhely, és ugye most történt meg az elmúlt egy évben a területnek egy nagyobb volumenű élőhely rekonstrukciója. Tehát ez egy 218 hektáros természetvédelmi terület, vizes élőhelyekkel, lápokkal, mocsaras területekkel, de ezen kívül 2015 óta van három védett lösztölgyesünk, illetve lösztterületünk. Ezek az Aszalvölgy, a Jancsárvölgy és a Mária Majori erdő. Igazából ezek ritka lösz vegetációval rendelkező területek, ilyen úgymond ökológiai folyosóknak mondhatjuk őket, be vannak ékelődve a tájba, és nagyon vigyázunk rájuk, mert nagyon biodiverz az élőhely mindegyik területen. Milyen feladatok adódnak ezekkel a területekkel kapcsolatban? Hát ugye minden területnek más-más ökológiai kezelést kell adni, például ugye a löszvölgyekben, ott ugye irányított kaszálási munkák vannak, olyan cserés részeken, ahol nagyon érzéken a növényzet, ott őshonos ciktajuhokkal történik a legeltetés és a fenntartás, de természetesen ez szabályozva. Ebből az Aszalvölgy, ezekből a területekből Natura 2000-es terület, tehát itt külön gazdálkodási formák vannak. Például mondok egy jó példát, van egy védett növényünk, a macskahere, és az ő állományát általában kaszáláskor kijelöljük, és akkor a búvósávos kaszálás mellett ezt is kihagyjuk, például ezt a foltot. A Virágos Magyarország versenyen első helyezést elért falu és város az európai megmérettetésen képviselheti majd hazánkat. Nos, elnök úr, azt hiszem, hogy érdekes volt ez a bejátszás, hiszen Bátorini Nagy Ildikó Rékától, a koordinátortól, a versenykoordinátorától megtudtuk az alapvetéseket. Ezt követően lelkünk jobbik fejnek kellős közepén van a Sóstói természetvédelmi terület. Vártunk éppen eleget arra, hogy ez a 700 millió forintos beruházás mindannyiunk örömére megvalósuljon. És persze megtudtuk Csete Gábortól azt is, hogy mi vár a jövőre, mert hogy valamit megcsinálni az egy dolog, hiszen volt rá pénz, ez rendben van, gyönyörű lett, viszont ezt óvni kell, tehát a jövőnek építünk mindig. Önnek hogy tetszett, és utána megyünk tovább a Sóstó? Hadd térjek vissza a tavalyi
zsűri tájékoztatóra, amit Mészáros Attila alpolgármester úr tartott, és már kezdtem röstelni magamat, szintén kekeckedésnek tűnhetett, mert ostromoltam a sóstóval kapcsolatos kérdéseimmel. Hogy lesz az iszappal? Hova fogják tenni? Hogy fognak ezek a szigetek kialakulni? Mi lesz a vízpótlással? Ugye teljes ilyen, hogy tetszik, gyakorlati jellegű kérdésekkel, kíváncsiskodó kérdésekkel ostromoltam. Egyrészt megállapítottam, hogy slágfertig módon válaszolt a kérdésekre, de ebben az egyéves megvalósításban szkeptikus voltam. Ma, amikor a sóstónál kezdtünk, akkor a tájékoztatását megtartotta, mondtam, alpolgármester úr, nem hittem volna tavaly, hogy idáig jutunk. Na most miért mondom mindezt el? Ezeknél a ugye 65 ezer köbméter iszapot kotortak, és építettek belőle úgynevezett fészkelő szigeteket. Na most itt egy egész sor technikai dolgot kellett megvalósítani. Engem meglepett, 17 kilométernyi fonott résszel biztosították a szigetek elhabolás elleni védelmét. Ez már önmagában ez a két szám magáért beszélne, és ráadásul megcsinálták ezeket az utakat, irányító táblákat, a legkülönbözőbb játékos, oktató jellegű táblákat, hát meg voltam lepve, hatva, úgyhogy igen jó benyomásom volt. Tudnélik ezeknél, ahogy előbbi beszélgetésünkben mondtam, ezekben a természetközeli ökológiai jellegű beavatkozásokban óriási a kockázat, mert ott nagyon mellé is lehet fogni. Most úgy tűnik, ez egy szerencsés eset volt, mert meglepő módon jól alakult. Ott miután elmentünk még a stadion melletti fogadóközpont térségébe, akkor rögtön az első kérdés az volt, és Csete Gábort kérdeztem, és ez a sok ember itt rászabadul majd, hogyha jön a meccs, akkor a meccs előtt, meccs után. Aztán nem, ezek külön kapukon lesznek. Igen tetszett ez a egyrészt oktató-nevelő szemlélet, amit sugalni igyekeztek, másrészt ez a kiépítettség, ez az infrastruktúra háttér, ami biztosítva volt, és végül a fenntartásban, hogy szó se lehet arról, hogy akkor több ezer ember ott egymás lögdösve, lábot mosva, nem tudom, mit csinálna. Ellenkezőleg ők már gondoltak, én kívánom, hogy úgy sikerüljen, hogy elterjedt. És ez így van rendjén, egy város rangját mindenképpen a nagy volumenű beruházások megvalósítása adja meg egyik oldalról, a másik oldalról pedig az összes többi kicsi. Tehát a többi kicsiről kérdezem, bár nekünk így jelenti a teljes egységes egészet Székesfehérvár, hiszen számtalan helyen jártak. Tehát most már sóstóról beszéltünk, és azt gondolom, hogy nézzük meg azokat a helyeket, amelyeket még bejártak. Milyen változásokat látott az? Én visszatérnék a két évvel ezelőtti Bilauti temető zsűrizésére, amikor én rögtön nem voltam korábban ott, úgyhogy rögtön szembetűnt az, hogy ezt szakember tervezte. Király Edit igazgatóasszonytól kérdeztem, mondom, és ki tervezte? Hát szégyenkezve azt mondta, hogy nem tudja. Most mivel fogadott? Havasi Gabi tervezte, úgyhogy mondom, látja, éreztem. Elegáns fas, kettős fasorok, fafaj megválasztás, az elhelyezés. Szóval egy igényesen kialakított részről van szó, ami igen szembetűnő az első látás. Ami új lehet önnek, nyilvánvaló, hiszen a Rózsaligettel számtalan szó, és a Zsicsiligettel számtalan szó találkozott, és bár ezeket is dicsérhetjük, tekintve, hogy ugye Smanyárné Alász Szilvia főkertésznek és az ő munkatársainak köszönhetően ez egy folyamat. Tehát azok mindig szépek. Viszont vannak új szépségek is, például itt van nekünk most már túrózsák. Nem tudom, hogy látta-e valaha előtte a Túrozsáki Sport és Szabadidő Központot. Igen, igen, hogy nem. Előtte egy szörnyű hely volt. Nem azt is én székesfehérváriként mondom, de most pedig gyönyörű. Tehát, igen, ahogy és illeszkedik a kertvárosi környezethez. Ahogy kiderült, ugye ez ott a térségben az egyetlen ilyen szabadidő központ, vagy az első. Egyrészt meglepő módon korszerű, jól berendezett. Azért, ha szabad némi kritikát mondanom,
Ugyan a füvesítés nem sikerült, ugye rossz volt az időjárás, de ott a felső teraszon lévő játszótéri berendezéseket füvesen megtartani garantáltan nem lehet. Szóval ott azt ki fogják taposni, az akar a kötéllel kifeszített csúszdára, meg egyébre. Szóval ott még burkolni kell azért. Igen, én is azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Hát igen. No, összességében, elnök úr, milyen gondolatokkal búcsúzunk a mai napon a Székesfehérvártól? Itt nagyon jó érzéssel megyek, szívesen jöttem eddig is ide, ezen túl is jövök, ha időm, energiám engedi. Korszerűen, ütemesen fejlődik, és jó szakmai kezekben van. Ugye a fenntartást, építést illetően jó érzéssel távozom. Köszönöm szépen, megtisztelt bennünket. Én azt gondolom, hogy köszönjük meg a zsűrinek, és köszönjük meg a Városgondnokság munkatársainak is, hogy ilyen városban élhetünk. Gondolom, egyetértenek velem, kedves nézőink. Búcsúzom önöktől, további szép estét kívánok, minden jót, viszontlátásra!